Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon! Nézzünk bele, hogy mit üzennek neked a kártyák a lélektárs kapcsolatban és a szerelemben. Mit üzennek nektek a mai napra, vagy neked? Szóval azt üzenik neked. Hát itt vagy, kiestél te, mint egy tüzes egyéniség, mint egy talpra esett, segítőkész egyéniség, aki tényleg igen, tele van energiával, de ez jelentheti a lélektársadat is, hogy ő tényleg olyan talpra esett egyéniség, tele érzéssel a kilenc kelyhekkel, és ilyen szenvedéllyel teli, hogy van, lesznek gyors változások. Azt is lehet, hogy ott hagy minden csapot, papot ott hagy, és a világ másik oldalára indul, az azt jelenti téged, hogy lehet, hogy a te irányodba elindul ez a világ kártyával, és habár még itt van valami konkurenciai helyzet, az azt jelenti, hogy lehet, hogy van még valaki az oldalán, hogy ott hagy valamit, itt a sors kereke, szóval itt van, azt jelenti, hogy a főpap az azt jelenti, hogy még a fentiek is őtet irányodba vezetik, és nézd, itt a lélektárskártya. Hát ez, mit is mondjak erre? Azt látom, hogy ez a hiányérzésnek most már lassan vége. Itt van a nyolcas, az azt jelenti az érmék nyolcas, hogy ez fejlődik tovább, igen, fejlődik. Ő meg tud minden lehetőséget teremteni arra, bókot tud neked adni ilyen gyerekesen, lehet ilyen könnyedén közeledni irányodba, és itt a 10 kelyhek elérni ezt mindent, a beteljesülést. A 10 kelyhek az azt jelenti, hogy az érzés megvan, a család megvan, minden megvan, látod, minden perfekt, szóval minden bejön szuper. Lehet, hogy a tegnapi portál kapu szintén segített itt valamit, segített itt közöttetek, valamit változtatott, mint ahogy látod, és akkor most rakjuk ki ezt az egészet, hogy is alakul ez közöttetek. Továbbra nézzünk bele a kártyákba. Kettő, négy, hat, hét, nyolc, 9. Beleférünk? 9-et rakjunk? Nézzük csak, belefér-e? Hát belefér még éppen. Húhaj, nézzünk csak veled, ez jó nagy kirakás lesz a mai napon, úgy látom. De nem baj, nézzük csak meg. Tudjátok, hogy szóval szerdán mindig van élő bejelentkezés, egyszer 8-kor, egyszer 9-kor este, de én meghagyom azt magamnak, hogy néha ilyen váratlanként is be fogok jelentkezni, ilyen meglepetéssel, és akkor örüljetek, fogadjátok szeretettel. De ezeket a rövid videókat azért készítem, mert nem érkezek hosszabbakat készíteni nektek, de szívesen foglalhattok nálam személyes elemzést, valamint nézzétek meg pénteken az ő forró lehelete Vimeo videót is, szintén élvezzétek most, ahol az esték hosszabbak, most, ahol tényleg már hidegebb van, hogyha gyertyafényt gyújtotok este, élvezzétek a hétvégéket, bocsánatot kérek, na nézzük, ez ám igen, micsoda nagy kirakás ez, hát ez tényleg, hát 36 tarókkártya, ez nem kis valami ám, nézzünk csak bele. Ebből lehetne tényleg hosszabb elemzést is készíteni, de nem baj, inkább legyen holnap is, meg biztos, hogy megnéztek még másik kolléganőt is, megnézitek, nem csak a Valériát hallgatjátok, és akkor lehet, hogy megtaláljátok ebben pont azt az üzenetet, amire szükségtek van.
És akkor nagyon örülök szintén minden visszajelzésnek. Ó, hát ez ám igen, nézzünk csak egy picit kisebbre, jó lesz így, picit kisebbre, így látjátok, hát ez szuper. Mint ahogy látjátok, itt van az érmék, 9-es, ez azt jelenti, hogy hát itt ilyen energiában vagy, már te vagy ebbe az energiában, az érmék 9-es, hogy jó törődsz magaddal, hogy megteremtesz magadnak mindent, de ez azt is szimbolizálhatja valójában, hogy nálatok is vannak változások, pozitív energiák, fejlődések itt közöttetek. Szóval arra van a szó, hogy gondolatban olyan bezárva érzi még magát ebben a helyzetben, de úgy érzi magát, hogy ő nagyon kötődik hozzád, és valamit nagyon szeretne egyensúlyba hozni. Ő tégedet úgy lát, mint egy boldog királynője, szóval, hogy te tüzes vagy, ügyes vagy, szép vagy, teremtő tehetséggel vagy, szóval ő téged nagyon pozitívan lát, vagy úgy gondol, ez a gondolata irányodba, valamint azt látom tényleg, hogy tudja azt is, hogy te is nagyon sok mindent meg tudsz teremteni, valójában olyan, hogy van benned ilyen teremtő energia, úgy lát ő tégedet. Azt látom valójában itten tényleg, hogy lesz rá valami esély, itten lesz rá a mennyekből is megadatik az esély, hogy ez sikeres legyen közöttetek. Habár ő még visszahúzódott, vagy lelépett ebből az egész helyzetből, mert nem volt lehet neki kedve, valami diszkuszióra nem volt kedve, megbeszélés, és lehet, hogy a visszahúzódásba, a pihenésbe találta meg magát az energiát, lehet, hogy erre gondol, hogy neki ez most a kifogása, vagy ez neki a hozzáállása valójában. Nézzük meg, mit érez a szívébe. Hú, hát a szívében mit érez valójában? Hát azt mondja, hogy ez hosszú téren ebből lesz valami, hogy a vágya valóra fog válni, és hogy egy közösség létre tud közöttetek jönni, a család, a bőség, a szerencse, a gazdagság, lehet, hogy az öröklés, hogy valami öröklés is jön még itten bele, erre vágyna, hogy ez úgy, minden úgy egy az egybe létrejöjjön közöttetek. És a szívében mit látok még itten, hogy hát még egy kicsit határozatlan, mert hát ő érzi magába ezt a nagy tüzet, ezt a nagy szenvedélyt, de itt van nála még a szívében a függőség. A függőség mit jelenthet? A függőség azt is jelenthet, hogy valami érzéstől függ, érzelmileg függ, pénzileg függ, egy kapcsolatban van, lehet, hogy egy betegsége van függőséggel kapcsolatos, és ez megnehezíti ezt az egészet. Lehet tényleg, hogy pénzileg függ valamitől, és úgy látom, hogy ezért úgy egy kicsit bezárja magát, és lehet, hogy azt gondolja, hogy elszalajtotta már ezt az esélyt irányodban, és ha bár itt van tényleg az érmék lovagja, hogy lenne még esély rá, hogy elérje a célját, hogy cél elérő legyen ez az érzése. De hogy is alakul tovább? Hát ő most teljesen lent van a földön, úgy látom, hogy ő teljesen ki van készülve, de hát még az univerzum is azt mondja, hogy össze fogtok ti jönni, hogy meg fogjátok ti ezt beszélni, ha akarjátok, ha nem lesz rá esély, csak még egy kis türelem, és akkor az majd rózsát terem, úgy látom, hogy itt a botok apródja, ne féljetek, itt ő neki kell elsőbb az uralkodó energiába, hogy jöjjön, hogy lépni merjen. Itt van a kejhek, ász, az azt jelenti, hogy itt a lehetőség megvan rá, és azt látom tényleg, hogy hát igen, hogy most pihenni kell neki, lehet, hogy ilyen álmatlan éjjelei vannak, vagy sérelmek vannak, amit még meg kell, hogy gyógyítson, és úgy látom tényleg, hogy elsőbb önmagával kell, hogy legyen ilyen nagy lelkű, önmagával kell valójában, hogy ilyen
pozitív legyen, úgy látom. És hogy fog ez az egész alakulni még most közöttetek? Mi is neki az a legnagyobb vágya, vagy a legnagyobb félelme? Legnagyobb vágya az, hogy ő tudja pontosan, hogy mit is tud neked adni, mit is tud ajánlni. Ezen gondolkodik, hogy mi mindent tudjon neked kínálni, hogy el tudja mondani magáról, hogy mi minden jó van benne. Sok ötlete van ez a kejhek hetes. Ez azt jelenti, lehet, hogy álmodozik kicsit, azt is jelenti, de azt is jelentheti tényleg, hogy az volna a legnagyobb célja, hogy ne legyen ilyen gyáva, hogy ne lépjen minden konfliktusból ki. Lehet, hogy arra is gondol, hogy azt szeretné tényleg, hogy merjen, hogy lépni merjen, hogy kinyissa ezt a bezárt szívét, arra is gondol ez a legnagyobb vágya. Az a legnagyobb vágya, hogy ezt letisztázza önmagával. Ő téged tényleg lát, mint egy intelligens egyéniséget. A legnagyobb vágya volna az adás és a kapás egyensúlyba hozni. Az lenne még a vágya valójában, az lenne még tényleg a vágya valójában, hogy győzzön, hogy hosszú téren, hosszú távon győzzön, és tényleg, hogy ő legyen az uralkodó a saját érzésén. Remélem ez tetszett, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, legyen csoda, szép napotok, sziasztok, Valéria!